nem tudom már melyik videó alá jött ez a komment, azt mondja, mondta az egyik videódban, hogy ha kiöregszel a motoros oktatásból, csinálsz egy használt motorkereskedést. A kiöregedésedet nem várjuk, de a motorkereskedést, igen, mutasd meg nekik, hogy kell ezt csinálni. Ja igen, a valamelyik kereskedést fikázó videó alá írta valaki ezt. Valóban volt egy olyan terv, hogy csinálnak egy használt motorkereskedést, akkor, amikor még ilyen 3.30 alatt volt az euró. És onnantól kezdve már az is az a fajta netes határ volt, hogy amikor 3.30 fölé ment, akkor azt mondtad, hogy már nem éri meg. Jellemzően az van, hogy azt jelenti most az a 394 400 euró, vagy amikor a videó fölkerül, nem tudom már, hogy alatta vagy fölötte lesz ennek az értéknek, de teljesen mindegy, mert hogyha nem 320 alatt lesz az euró, akkor nem éri meg üzletszerűen külföldről motort hozni. A magyar piac nem nagyon tud annyi használt termelni, hogy én megéri rá fölhúzni akár egy használt motor kereskedést, egy céget alkalmazott a hogy te azt mondod, hogy vadászod a neten és próbálod a e, gusztustól a módon lealkudni a motoroknak az árát, hogy, hogy e, azon többet tudják keresni, mert ezt nem nem tudod olyan mennyiségben megtenni, hogy a számottevő biznisz legyen most. Per pillanat egyébként ez a fajta Euró-forint árfolyam annyit jelent, hogy rengeteg olyan ember és cég lehúzta a rolót, akik mondjuk Olaszországból hordtak be motorokat, mert már nem éri meg. Ha megnézed akár a mobile.dn, hogy milyen eurós árakon vannak motorok, és kiszámolod a honosítás, vagy akár csak a forgalembeljezés költségét itthon, már nem éri meg, mert itt kapsz már gyakorlatilag olcsóbb a motort. Kivéve olyan esetben, nyilván, hogy azt mondjuk, hogy nincs mondjuk a, a magyar piacon kínálat belőle. Jó pár ilyen motor, én már egy, egy jó ideje, megint nézegetem a 650-es mert szeretnék még egy vagy két darabot Gran canaria és nem lehet kapni normális áron. Van néha néha egy-egy megjelenik, irreálisan magas áron ahhoz képest, amennyiben az új kerül, amennyire már mondjuk én nekem a lélektani határ fölött van, és azt mondom, hogy ennyire már nekem nem éri meg megvenni, és nem veszem meg, és mondjuk nincs vele kínálat. Jellemzően arra kell odafigyelni, hogy ha valaki azt tudja, hogy per pillanat nem éri meg külföldre Magyarországra behozni, de mégiscsak látsz olyan motorokat, hogy Olaszországból jött, Ausztriából jött, Németországból jött, azért azt jól nézzétek át. Két dolog, ami gyanús kell, hogy legyen. Az egyik, hogy jellemzően az Olaszországból behozott motorokba, mindegy 5-10-15 éves, rohadt kevés a kilométer. És mindig ön közelítem meg, hogy Olaszországban, ahol 3000 szor annyi motor forog közkézen, és, és adnak el, és vesznek meg, akkor a használt motorkereskedések vannak, hogy Magyarországon sose lesz akkora annyi motorral, annyi eladó motorral, akkor az olasz kereskedő, amikor te oda megy a magyar ilyen, ilyen ö, behozó ember, akkor azt mondja, hogy, hogy nézd, ott van az a legkevesebb kilométeres, legjobb állapotú, az itt nem kell senkinek, úgyhogy nem vinnéd el egy jó áron Magyarországra, mert ott majd biztos, hogy rábuknak, mert itt Olaszországban csak a sok kilométeres leamortizált szarokat keresik, és nem tudom eladni ezt a motort, úgyhogy ezt gyere, hozd, vidd be te Magyarországra, és, és legyen neked szerencséd. Tehát ezen mindig röhögök, hogy, hogy Olaszországban mindig csak 2000 kilométer megy bele évenként egy motorba. Nem? De furcsa, ott nem kell senkinek ez a motor. És pont a magyar az, aki kikapja ezt a motort egy kereskedésből, ahol eladnak lehet, hogy naponta 30 motort. Úgyhogy mindig fura, meg a másik, tehát tökéletesen tudod azt, hogy ilyen euró és forint árfolyammal nem éri meg behozni motort, akkor ami ide bejön, az nézd meg, hogy esetlegesen milyen újjáépítési nyomokat találsz rajta. Mert valószínűleg most per már csak azokat éri behozni, ami ott kint tényleg a kutyának se kell, szarérhúgyér adják, mert le van gyalázva, alázva, össze volt törve, itthon meg összekendácsolják. És utána meg csodálkozol, amikor belefutsz, hogy mi van. A múltkor belefutottam a nem is mondom melyik szervizbe és milyen motorba, a lényeg az, hogy egy olyan motor volt, egy sportmotor, aminek a tank alatt belül el volt repedve a váz egyesés miatt, azt meghegesztették, eladták a tulajdonosnak, aztán egyszer csak a tulajdonos azt vette észre, hogy amikor megy a megye motorral, behúzza a féket, és valami kattan az első futóművön, elvitte a szervizbe, ott megcsináltak mindent, olajcseres, stb. stb. hogy akkor mi van, ment vele a szervizes egy próbakört, húzott egy féket, és a kattanás ugyanúgy megvolt és elkezdték tologatni, rángatni a motort, aztán a, a, jött a kattogás, el volt törve a váz. Konkrétan. Úgyhogy amikor ilyen hibákkal hoznak be motorokat, akkor te meg ma jól megszopod, mert egyébként nem hibás motorként veszed meg, hanem teljes normális árat a érte, aztán mondjuk amikor venni kell egy vázat, az meg kerül 7-800-900 ezer forintba a 3 milliós motorom. Most csak egyetlen egy példát ragadtam ki egyébként, nagyon-nagyon-nagyon sok közül, ami hozzám bejön, mert mindent nem fogunk tudni itt kielemezni, meg konkrétumokat itt szeretnék mondani, de, de ez van. Tehát amikor külföldről jön egy motor, akkor számíts rá, hogy az nem egy sértetlen motor volt, mert már nem éri meg behozni nem tudsz olyan árat kialkudni ott kint. Ismerek olyan cégeket, akik 15 éve hordtak be, nagyon jó kapcsolatrendszerrel rendelkeztek Olaszországba, és lehúzták a rolót, mert azt mondta, hogy egyszerűen már nem lehet, csak bukni lehet, vagy olyan keveset lehet keresni a motorokon, hogy már nem éri meg kicsettegni, és 3 5 ével 3 5 darabosával behozni Olaszországból. Úgyhogy az, amikor azt mondja, hogy mutasd meg neki, hogy kell csinálni, úgy kell csinálni, hogy most nem kell használni motorokkal foglalkozni, mert nem éri meg, mert ez most per pillanat, ez kifutott. Majd amikor megint 300 lesz az euró, akkor már lehet keresni a, a külföldiről behozott motorokon. Most nem.